A lengyel légió a lengyel politikusok kérésére Ferenc József engedélyével 1914. augusztusának második felében jött létre. A légióba jelentkezhettek az Osztrák-Magyar Monarchia lengyel nemzetiségű fiatal állampolgárai közül azok, akik még nem érték el a hadköteles kort. A következő másfél év alatt létrejött a 3 dandárból álló lengyel légió, amelyet tüzérek és ulánusok alkottak. A légió az Osztrák-Magyar Monarchia főparancsnokságának alárendeltségébe tartozott, de a katonák lengyel egyenruhát viseltek és lengyel vezényleti nyelvet használtak. Azt is kikötötték, hogy csak Oroszország ellen lehet bevetni őket. Ezek a magyar fiúk hogy kerültek bele a lengyel légiókba ilyen gyorsan, rögtön az elején? Hát úgy, hogy Budapesten dolgozott több ezer lengyel, sőt talán a számuk a 10 ezret vagy 20 ezret is elérte, sőt túl is haladta, legtöbben az építőiparban és a kőbányai sörgyárban. És ők sorozó felhívást bocsátottak ki a budapesti lapokba. Ezt természetesen magyarok is elolvasták, ott volt a cím, és tömegével jelentkeztek magyar fiatalok a légiókba. Most őket megvizsgálták egészségügyileg, és kérték a szülői igazolást, hogy kisfiam, hát hol van a szülői igazolás, mert csak 16 év alatt egyáltalán nem lett volna szabad elfogadni a magyarok jelentkezését, de Lengyelországban lengyel fiatalok jelentkezését is elfogadták. Egyébként jó katonák lettek belőlük, és mondták, hogy hát nincsen szülői beleegyezésünk. Na, akkor gyorsan hazamentek, volt, aki nem hazament, csak az épületen kívül, írtak egy szülői beleegyező nyilatkozatot, valaki aláírta neki, vitték a papírt, elfogadták a jelentkezést, és este már indultak kis vonattal Lengyelországba. A sorozásukra Budapesten a Mehmed Szultán körút, a mai Múzeum körút 11-es szám alatt kialakított lengyel légionáriusok gyűjtő és elosztó telepén került sor. A szervezésben nagy szerepet vállalt az 1912-ben alapított Lengyel-Magyar Egyesület elnöke Báró Nyári Albert és titkára Miklós Leó Ferdinánd. Lengyel részről pedig a lembergi Lengyel-Magyar Klub elnöke Tadeusz Stabinovszki segítette a munkát. Nyári Albert egyesülete később kórházat hozott létre a sebesült légionisták számára, valamint hangversenyeket és színházi előadásokat szervezett támogatásukra. Kárpátalján 1914-15 telén, ahol a front ugye húzódott, mert az oroszok betörtek már 14 őszén Kárpátaljára is, és ezért irányították a megegyezés ellenére Kárpátaljára ezt az első 2 lengyel légiós gyalogezredet, hogy segítsenek az oroszokat megállítani, majd kiverni őket Kárpátaljáról. Na most nagyon hidegbe. Nem volt téli sapka, nem volt fülvédő, nem volt meleg alsónadrág. Ezek a fiatalok megfáztak. 2 magyar század volt 14 késő őszén a kárpátaljai lengyel légiós egységek körében, és mind a 2 a légiós főparancsnokság alárendeltségébe szolgált. Tehát nem a frontra küldték őket az első vonalba, azok is apák voltak a tisztek, tehát tudták, hogy 14-15 éves gyerek, na most ha oda küldjük, ez katonaként most még nem sokat ér, tehát csak elpusztul. Tehát őket közvetlen közel a lengyel légiós főparancsnokságnak közelébe állomásoztatták, hordták a lőszert, meg szállították a kaját meg, tehát ilyen kisegítő feladatokra alkalmazhatták. Amikor tömegével kiderült, hogy a magyarok többsége fiatal, akkor elküldték Budapestre a sorozó bizottsághoz Krakkóváros későbbi polgármesterét, Kaplicki orvost, azért, hogy a sorozó bizottságba ne engedélyezzen gyerekek besorozását, azaz, ahogy akkor a dokumentumok ezt írták, meggátoljuk a gyermekvérontást. Tehát látjuk, hogy a magyar fiatalok lelkesek voltak, a lengyel mellett jelentkeztek, viszont a lengyel tiszteknek is volt annyi jó érzésük, hogy hát gyerekeket nem küldtek a tűzvonalba. A lengyel fiatalok motivációi egyértelműek voltak. Harcolni szerettek volna Lengyelország függetlenségének és szuverenitásának helyreállításáért. A magyar önkénteseket pedig leginkább a háborús kalandvágy és a magyar-lengyel barátság vitte ki a frontra. A 6 szintérre kiérkezett, többségükben 16 és 20 év közötti lengyel és magyar katonák egy 3 hetes kiképzésen vettek részt, sokuknak még fegyver sem volt a kezében korábban. Ráadásul rendkívül nehéz körülmények között kellett helytállniuk. Ezek remek katonák voltak, bajtársiasak voltak, hősiesek voltak, nem egy kiment a sebesült lengyel barátjái a frontvonal legszélső pontjáig, és onnan mentette a sebesült katonát. Azok a magyarok, akik pedig valóban harcolhattak is, kiválóan helytálltak a fronton. Többen megkapták a legmagasabb lengyel légiós kitüntetést is. A kutatás jelenlegi állása szerint 565 magyar önkéntes vett részt a lengyel légió alakulataiban, 43 magyar esett el vagy tűnt el a harcokban, és több mint 100-an sebesültek meg. A lengyel légió egészen 1916. november 5-éig működött az Osztrák-Magyar Monarchia főparancsnokságának alárendeltségében, amikor is a lengyel légiót az osztrákok átadták a németeknek. A légiók katonáit pedig besorozták a Varsóban létrehozott lengyel segédhadtestbe. Ettől kezdve a magyarok többsége felmentését vagy áthelyezését kérte az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregébe. Katonai vezetés 1920 után azért tartotta őket nagy tiszteletbe és nagy becsbe, mert ők nem lengyel állampolgárok voltak, és önként vállalták azt, amit egy lengyel fiatalnak erkölcsi kötelessége volt. És ezért 1939. januárjáig és nyaráig valamivel 400 fölött volt azoknak a magyar fiatalnak a száma, akiket a lengyel köztársasági elnök vagy függetlenségi éremmel, vagy függetlenségi kereszttel tüntetett ki. A magyar önkéntesek emlékét sokáig őrizték Magyarországon és Lengyelországban is. 1935. március 14-én a Népligetben felavatták a lengyel légiósok emlékművét. Az ünnepségen részt vett Marian Zindram-Kościałkowski lengyel miniszterelnök is. 1939-ben számos egykori magyar légionista kapott meghívást Krakkóba a lengyel légió alapításának 25. évfordulójára rendezett nagyszabású ünnepségekre.